Elsőfokon négy első osztályú hazai fociklub nem teljesített felsőfokon, ennyi licenszkérelmet utasított vissza egyelőre az MLS licenszadó testülete, kilenc csapat viszont a nemzetközi indulási engedélyt is megszerezte. Hiánypótlások előtt igyekszünk mindent megtudni a magyar foci licenszek engedékenységéről. Varjú Tamás, az elsőfokú licenszadó testület elnök a vendég. Jó reggelt kívánok! Mire adják ezt a licenszet? Nézzük meg először a belföldi verzióját hát a nemzetközi verzióval kell kezdenünk. Kezdjük Ez UEFA szabályrendszer, amit egy nagyon komoly kézikönyv szabályoz. Minden évben maga az Európai Labdarúgó Szövetség és a Nemzeti Szövetségek is újra szabályozzák, aktualizálják ezt a szabályrendszert. Ez egy olyan engedély, amelynek a birtokában a különböző osztályú labdarúgó klubok részt vehetnek abban az idényben, az aktuális bajnokságban. Akkor és ezek szerint a belföldi is érvényes licenszünk, az gyakorlatilag pontosan ugyanolyan, mint mondjuk a német vagy az angol bajnokságban induló csapatoké? Alapvetően igen, tehát ez is az úgynevezett UEFA kézikönyvre épül, de bizonyos kérdésekben van, szabályozási eltérési joga a Nemzeti Szövetségnek, ez nyilván Magyarországon is így van. És mi a legfontosabb? Tehát mi az, ami egyszerűen a, a hazai környezethez kénytelenek vagyunk igazítani, hiszen azért más a valóság itthon. Ez elsősorban abban nyilvánul le meg, hogy, hát, hogy például mennyi pénzt kell tenni, vagy pedig más peremfeltételekben is. Mi a legfőbb különbség, mi a sajátosan magyar ebben? Öt fontos kritériumrendszer van, van egy úgynevezett sportbeli kritérium, azt gondolom, hogy ezt nem kell magyarázni, föl kell jutni mondjuk egy bizonyos bajnokságba, teljesíteni kell olyan típusú személyügyi és adminisztrációs feltételeket, amelyek mondjuk edzői végzettségre, utánpótlás csapatok fölépítésére vonatkozik. Van jogi kritérium, amelyek a Labdarúgó szakosztályt működtető gazdasági társaságok létrehozásával kapcsolatos teendőket tartalmazzák. Vannak ö, infrastruktúrális kritériumok, ezek a stadion és a, a mérkőzések lebonyolításával kapcsolatosak, és persze a legnagyobb, a legfontosabb, ö, és ezzel van mindig a legnagyobb probléma, és a pénzügyi Minden a matekon múl évben pénzügyi van kritériumok, pénz? így van. Amiben azt gondolom, bocsánat, hogy engedékenyebb a magyar szabályozás, inkább én úgy mondanám, hogy realistább, azok elsősorban az infrastruktúrális követelmények. Nézőszám. Igen, milyen, 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 milyen paramétereknek is. felelnek meg a magyar stadionok. Ez elsősorban a nemzetközi kritériumokhoz viszonyítva, ugye darabszámban és minőségben is hát egy jelentős eltérés van. Ez a gyakorlatban úgy működik, hogy ha valaki nemzetközi licencet kap, és vagy ő neki van ő, saját stadionja, amiben ezeket a mérkőzéseket tudja játszani, vagy pedig ő bérleti szerződéssel rendelkezik egy másik stadionnál, minden egyes nemzetközi mérkőzés előtt ezt az UEFA úgyis ellenőrzi. Tehát ez egy átfogó engedély, amelyet majd apró pénzre kell váltani. Ö, miből dolgoznak már, mint önök, akik ezt a licenzt odaadják, kiadják, beadványokból mindig, vagy kimennek meggyőzni, mint az ANTS a vendéglőbe? ketté kell választani, van a Magyar Labdarúgó Szövetségnek egy úgynevezett klublicensz adminisztrációs szervezete, ő, az ő, ő feladatuk az, hogy a licenszrendszernek az előkészítésébe vegyenek részt, és mielőtt a testületek összeülnek, ezt készítsék elő. Tehát ők főállásban foglalkoznak ezzel, természetesen körbejárják a helyszíneket, van egy infrastruktúrális vizsgáló csapat, amelyik jelentést ad például a stadionok állapotáról, ők bekérik határidőre az anyagokat, részt vesznek a felkészítésben, találkoznak a klubok megfelelő vezetőivel, és így hoznak létre egy ilyen jelentés halmazt, amely majd az első fokú bizonyzadó testületek Abból, abból el 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 dolgozni. Ugye négy első klub Debrecen, Kecskemét, Siófok, Újpest, itt lesz hiánypótlás. Meddig van idejük hiánypótolni? Május 12-én ül össze legközelebb, és addig, is a, Ha addig nem pótolják a hiányt, akkor nincs licensz. Így van. Mostani ismereteim szerint remélhetőleg fogják tudni pótolni, nem olyan... Jellemzően milyen hiányos Bocsánat, hogy <kül> Hát konkrétumokról konkrétumok nem nyilatkozhatom, mert ugye még ez egy folyamatban lévő ügy mindegyik csapatnál. adminisztrációs hiányosságok vannak, bizonyos igazolásokat nem nyújtottak be, illetve van, klubok közti vitás pénzügyi elszámolás, amihez kértünk még be bizonylatokat. Világos, tehát hogyha például valaki tartozik egy játékosának, mondjuk hat havi bérrel, akkor nem kapja meg a licenzt, igaz? Ha abban az időszakban tartozik, amelyet ez a Licenz szabályzat tartalmaz, akkor így van, az egy úgynevezett A kritérium, ott nincs mérlegelési lehetőség, ott vagy teljesíti, vagy nem teljesíti. Másodosztályban Magyarországon sokkal engedékenyebbek a feltételek? Jelentősen, igen. Mondjuk nézzük a nemzetközi liszenzt, Ugye, mint mondta, ezt meccsenként persze meg fogja nézni az UEFA, de tudják-e, hogy mekkora különbség lehet a papír meg a valóság között? Mondjuk szeretjük nagyon a Ferencváros, de hát szegények. Sok problémájuk van. Jelen pillanatban nincsen stadionjuk se, el vannak maradva fizetésekkel, legalábbis ilyen híreket lehet hallani. Az Egyesület elnöke gyűjtést hirdetett, hogy át tudják világítani a klubot. Ehhez nincs jelen pillanatban 15 millió forintjuk. Közben azt látja az ember, hogy nemzetközi licenszt kapnak. Mi az összefüggés? Uh, Nincs ellentmondás? Nincsen ellentmondás. Mivel megkapták a licencet ezért a részletekről uh, csak úgy tudnék nyilatkozni, hogy a klub is hozzájárulna, de azt mondanám, hogy nem volt olyan áll kritérium, ami ahol akár a réc volna, pontosan a Ferencvárosnál. Tehát mind a jogi, mind a pénzügyi, mind az infrastruktúrális követelményeket, vagy direktben, áll kritériumnak megfelelően, vagy olyan megoldással, amely alternatív lehetőséget nyújt tudták teljesíteni. Itt a, a, ugye a, a sajtót, ha figyeljük, akkor sok százmilliós tartozásokról hallunk. Itt azt kell tudni, hogy a licensz szabályzat korlátozottan kér tartozásmentességet, tehát például adóhivatal, a szövetséggel szembeni tartozást nem lehet, játékosok bérét nem lehet visszatartani, edzőjét, illetve átigazolási pénzek nem maradhatnak függőben. De az, De összes, mondjuk... többi, az összes többi tartozást hmm. önmagában nem vizsgáljuk. Tehát, hogyha mondjuk május 12-ig, mint hogy az lesz az utolsó határidő, mindenkinek rendezni kell ennek a négy csapatnak a Fradi nincsen köztük, a hiányosságait, hogyha addig bármelyik csapat azt mondja, hogy én még nem tudom, hogy jövőre ki lesz az új tulajdonosom, ki fogja finanszírozni a következő szezonot, attól meg fogja kapni a licenszt, az már egy másik téma, hogy ezek szerint vissza is vonható tőlem. Így a van, folyamatában visszavonható. Ez a legnehezebb kérdés, hogy menet közben egy futóbajnokságnál hogyan működik ez a, a eljárás. Ugye nyilván az alapszabályok, amit az UEFA létrehozott és megalkotott, az 53 UEFA tagállamra érvényes. Bizonyos időközönként megyünk okosításra az UEFA-hoz, és ugye furcsa látni, hogy ugyanazokat a szabályokat kell alkalmazni mondjuk egy jelentős futballhagyománya rendelkező Angliába és Németországba, és mint mondjuk Azerbajdzsánban. Érthető az UEFA-nak a törekvése, különösen most, ami bejött legújabban, ez a pénzügyi fair play, Magyar csapatokra talán nem annyira érvényes ez a túlköltekezés, mint a, a nagy futballklubokra, de én azt gondolom, hogy, hogy a magyar licenszrendszer rendkívül módon jól fejlődött az elmúlt időszakban, ugye ez egy évtizeden belüli alkotmánya az uefa nak és olyan 2004 óta lett ez igazán komoly Magyarországon. Azt kell tudni, hogy minden évben nagyon komoly és minden egyes tényezőre kiterjedő auditot kapunk az UEFA-tól, és eddig az MLS minden auditon, mondhatom, hogy csillagos ötössel átment, akkor, amikor mondjuk két másik közép-kelet-európai ország jelentős bírságot kapott a licenszrendszer hiányossága. Mit innen? gondol, mikor fog előfordulni olyan, hogy egy licensz engedélyt nem kap meg egy, egy, mondjuk egy első osztály, tehát ismert csapat, és engedély nélkül nem tud elindulni. Tehát, hogy mond, lesz-e szükség, és van-e elrettentő ereje, tehát pozitív értelemben, hosszú távon elrettentő ereje mondjuk egy ilyen drasztikus lépésnek? Volt ilyen, ugye az elmúlt időszakban mind, mind a ketten tudjuk, hogy ugye volt olyan időszak, amikor a Ferencváros nem kapott, volt Gyirmót esetében L is elutasítás, de Látunk például az UEFA-nál esett tanulmányokat, tehát komoly görög, bolgár csapatok kerültek olyan helyzetbe, hogy pontosan pénzügyi problémák vagy visszaélések miatt nem kaptak engedélyt, és ebből persze ott is a helyi labdarúgó közvéleményben nagy viták voltak. De akkor kopogjuk le, hogy idén nálunk rend lesz mindenki. Én azt gondolom, hogy rend van, van, nagyon komolyan veszik a csapatok, ez a legfontosabb eredmény az eltelt néhány évnek. Iterációval dolgozunk, kialakultak a kluboknál azok a kis csapatok, akik uh -huh. ezekkel a licensz előírásokkal foglalkoznak. Nem újdonság már, és azt gondolom, hogy a jelentőségét ők is érzik. Nem lehet úgy neki menni egy bajnokságnak, hogy bizonytalan lesz, hogy melyik csapat tudja végigcsinálni. Nem bizony. És akkor május 12-én kiderül minden, vélhetően akkor mindenki megkapja. Köszönöm szépen, hogy eljött. Én hozzánk. is köszönöm.